A Békés Csaba Kazincbalcika mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést, miután Nagy János felévelése után Hell Walter fejelt a hosszú sarokba. A csabaiak azonban gyorsan reagáltak. A középkezdést követően Fazekas ívelt előre, már is kilépett, akit a kapus szabálytalanul megállított. Megyeri Gábor megúszta egy sárga lappal, de a megítélt büntetőből Lukács Rajmond egyenlített. A fordulást követően nagy bajba került a Kazincbalcika, miután az 51. percben Hell Walter megkapta a második sárgalapját a játékvezetőtől, így a kiállítás sorsára jutott. A megítélt szabadrugást Kitül Miklós 18 méterről értékesítette, úgy, hogy a labda a léc segítségével jutott a hálóba. A 74. percben a frissen beállt Váradi Ádám egy szögletet követően éles szögből volt eredményes, megszerezve első NB2-es gólját. A 81. percben ismét büntetőhöz jutott az előre, a szintén csereként beálló Hamed jobboldali beadását követően Rédzin kezezett, ezúttal pedig Horváth Péter volt az ítélet végrehajtó. 3 perccel később ismét Hamed volt akcióban, ezúttal a bal oldalon, pontosan középre lőtt labdájára Váradi Ádám érkezett, aki fejjel duplázott. A 6-1-es végeredményt az egy hete leigazolt Cékus Ádám állította be a hosszabbításban. Nyilván tudtuk, hogy frissen feljutó csapatként nem csak a ellenfelekkel kell megküzdenünk ebbe az osztályba, de ami itt ma történt, az egy nagyon szemtelen munka volt egy ember részéről. Én úgy gondolom, hogy mi nem vagyunk egy durva csapat, és az, hogy 10 kezdőből 8-at kisárgáz a játékvezető úgy, hogy a Békés Csabai játékosoknak csak virágot nem vitt, az nyugodtan nevezhetem szemtelennek. A Békés Csaba 2 mérkőzés után 3 ponttal a 6. helyen áll a táblázaton. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, nagyjából tudtuk irányítani a játékot, viszont egy egyéni hibából hátrányba kerültünk. Talán a fordulópont volt, hogy rögtön 2 percen belül sikerült egyenlítenünk, onnantól pedig azt gondolom, hogy végig kézbe tartva a mérkőzést megérdemelten nyertük meg. A gólkülönbség nyilván egy kicsit talán túlzó, a kiállítás meg egy kicsit elfáradt az ellenfél, meg talán fel is adta a végén, de azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. A Békés Csaba vasárnap a Gyirmót FC Győr otthonába látogat a bajnokság 3. fordulójában.